A francia EU elnökség és az Európai Bizottság több közös ambícióval kezd neki a fél évnek. Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen drasztikus lépéseket terveznek a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére. Egy új schengeni rendszert hoznának létre az illegális bevándorlás megfékezésére, illetve megalapoznák az európai közös védelmi rendszert és kibővítenék a stratégiai autonómiát, amit az ukrajnai és a kazaksztáni feszültségek miatt tartanak sürgősnek. Nagy aggodalommal követem a kazaksztáni helyzetet. Az ott élők jogai és biztonsága a legfontosabb, ezeket garantálni kell. Az erőszak megszüntetésére szólítok fel. Az Európai Unió kész segítséget küldeni, ahová van lehetőség, mondta Ursula von der Leyen. A francia elnök szerint a kazaksztáni és az ukrajnai válság is mélyen összefügg az orosz politikai érdekekkel. Úgy gondolom, hogy az EU-nak párbeszédet kell folytatnia Oroszországgal. A párbeszéd nem azt jelenti, hogy engedünk. A párbeszéd azt jelenti, hogy képesek vagyunk felmérni a nézeteltéréseinket, és megpróbáljuk felépíteni a jövőt. Szankciókat vezetünk be Oroszország ellen az ukrán válság miatt. Ezeket fenntartjuk, de párbeszédre van szükségünk Oroszországgal, amely földrajzi elhelyezkedéséből és történelméből adódóan sem szerencsés szereplője annak az európai struktúrának, amit ki kell építenünk, fogalmazott Emmanuel Macron. Azonban az Oroszországhoz fűződő viszony és több másik napirenden lévő uniós irányelv is megosztja az Európai Unió tagállamait. Az Euronews tudósítója szerint emiatt komoly kihívások állnak az unió elnökségét átvevő Franciaország előtt, és várhatóan többször is komor lesz a hangulat a zárt ajtók mögött. Maeve McMahon, Euronews, Paris.